Köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit háttér című rovatunkban. Ma egy olyan esemény sorral foglalkozunk, ami kihatással van egész életünkre, mindennapjainkra, biztonságunkra, de oly módon, hogy mi ezt valószínűleg nem fogjuk észrevenni. Arról van szó, hogy szokatlan módon talán egy hírt idézek mai beszélgetésünk elején. A hír így szól: az Alavár megyei rendőrfőkapitányság vezetője július 1-i hatállyal új személyeket bízott meg a kapitányság vezetői feladatok ellátásával. Dr. Vereszkei Csaba rendőr dandártábornok, az Alavár megyei rendőrfőkapitányság vezetője megbízta dr. Farsang Boglárka rendőralezredest a Keszthelyi rendőrkapitányság kapitányság vezetői feladatainak ellátásával. Zalavár megye rendőrfőkapitányának javaslatára dr. Balogh János rendőraltábornagy, országos rendőrfőkapitány, a zalaegerszegi rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával dr. Andor László rendőralezredest bízta meg. Idáig a hír, és egy picikét mögé nézünk a hírnek. Nagy szeretettel köszöntöm a hír két érintettjét, dr. Farsang Boglárkát és dr. Andor Lászlót, aki már többször volt vendégünk. Amint az információból kiderül, váltották egymást gyakorlatilag. A lezredes úr, ön távozott a Keszthelyi rendőrkapitányság énéről, és az zalaegerszegi rendőrkapitány lett önből. Hogyan értékeli, először nézzünk vissza a Keszthelyen eltöltött éveket? Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Július 1 egy meghatározó időpont ismét az életembe, hiszen 3 évvel ezelőtt kerültem ide a Keszthelyi rendőrkapitányságra, akkor is mint megbízással az elején, és 2021. január 1-ével kinevezett rendőrkapitányként. Egy elég nehéz időszak volt a 2020-as évközbeni kezdés, hiszen akkor még a Covid-dal kellett megküzdeni, az alapszolgálati feladatoknak az ellátását is maradéktalanul teljesíteni kellett, majd azt követően 2021-től a Covid az alapszolgálati feladatok mellett elég erősen részt kellett vennünk a déli határszakasz megerősítésében is, úgynevezett migrációs feladat ellátásában. Azt kell mondanom, hogy egy nagyon jól működő szervezet élére kerültem, amely köszönhető az elődömnek, a korábbi kapitányság vezetőnek, illetve köszönhető a teljes kapitánysági személyi állománynak. Egy nagyon jó csapatszellem uralkodott a kapitányságon, jó eredményekkel büszkélkedhetett a Keszthelyi rendőrkapitányság és a 3 alárendelt szerve is, a balatongyöröki, a hévízi, illetve az alaszengróti rendőrőrs is. Úgyhogy nagy kihívás elé kerültem 2020. július 1-ével, hiszen ezeket az eredményeket meg kellett őriznem, illetve ott, ahol tudtam, célul tűztem ki, hogy meg is tudjam ezeket úgy valósítani, hogy ezek az eredmények tovább erősödjenek. Röviden, tömören mit jelent az, hogy a közbiztonság tovább erősödjék, nem csak itt Hévíz városában, hanem a további 49 településen. Én büszke vagyok arra, hogy a kapitányság munkatársaival, az önkormányzatokkal, a különböző civil szervezetekkel, együttműködő intézményekkel, a polgárőrséggel az eredményeken sikerült javítani. Ennek egyik ékes példája, hogy az elmúlt 3 évben csökkent a közterületi bűnözésnek a száma, illetve olyan kiemelt az állampolgárok, az itt élők vagy az ide látogatók szubjektív biztonságérzetét nagyon negatív irányba befolyásoló bűncselekmények, jogsértések nem voltak, vagy jelentős számba csökkentek. És büszke vagyok arra is, hogy munkatársaimmal a bűnügyi felderítő képességünket sikerült javítani. A kapitányság egyik sajátossága a turisztikai szezon. Gyakorlatilag minden év július-augusztus hónapa, ez a 2 hónapos időintervallum, ami egy fokozott igénybevételt jelent. De azért el kell mondanom, hogy májustól, ha már jó idő van, illetve szeptember vagy október hónap eleje, amíg még a jó idő tart, azért szintén érkeznek még ide látogató nyaralók, kikapcsolódni vágyó családok a mi területünkre, így van ezzel Hévíz városa is, amikor egyfajta fokozottabb igénybevételnek vannak kitéve a kollégáim. Nyilván ezen időszak alatt ugyanazt a biztonságot kell garantálnunk, mint az ezt körülvevő időszakban is. És hát az elmúlt 3 évben sikerült itt is eredményeket elérni, ha csak a tavalyi, a 2022-es nyári szezonra gondolok, az utazó bűnözés az markánsan kikopott a mi területünkről, illetve azok a vagyonelleni bűncselekmények, amelyek a korábbi években jóval nagyobb esetszámban előfordultak itt a Keszthelyi rendőrkapitányság illetékességi területén, szintén egy elég jelentős csökkenő tendenciát mutattak be. Úgyhogy összességében én egy nagyon pozitív
három évre értékeltem az elmúlt időszakban. Nagyon jól éreztem magamat itt a kapitányságon. Mindenki nagyon sokat segített, munkatársaim, tényleg a civil társadalom, önök is. Azt mondtam, amikor 30-án volt az átadás, átvétel a Keszthelyi rendőrkapitányságon, és a lezeres asszony is ott volt, hogy az eddigi pályafutásom eddigi legjobb beosztása volt, mivel nagyon sok eredmény, nagyon sok pozitív visszajelzés volt ebben a három évben. A lezredes az, hogy én úgy hallom a lezredes úr szavaiból, hogy fel van adva a lecke, hiszen nem akármilyen helyre került honnan. Ez így van. A lecke valóban fel van adva, és ahogy a Zalezredes úr elmondta, ő kapott egy jó kapitányságot, jó eredményekkel, ezeket az eredményeket javította, a közbiztonságon szintén javított, és az én feladatom az, hogy ezt megőrizzem, és ha tehetem, akkor ezen én is javítsak a kollégáimmal együtt. Visszatérve a kérdésre, én Nagykanizsáról érkeztem. Tulajdonképpen 93-ban szereltem fel rendőrnek, akkor még Zalaegerszegre az őrjáróral osztályra, ezt követően dolgoztam bűnügyi technikusként, majd 98-ba kerültem vissza Nagykanizsára, ami egyébként a szülővárosomhoz nagyon közel van, és oda jártam középiskolába. Úgyhogy onnantól kezdve a bűnügyi tevékenységem az töretlen. Egy rövid ideig voltam ugyan az igazgatásrendészeti osztályon is, mint osztályvezető, de visszatértem a bűnügyi területre. 13 éve bűnügyi osztályvezetőként dolgoztam Nagykanizsán, és az utóbbi 5 évben pedig a kapitányság vezetői helyettesi feladatokat is elláttam mellette. Nem lesz akkor új a vezetői pozíció. Így van. A nagykanizsai rendőrkapitány úr Berke László, ezredes úr, tett arról, hogy gyakoroljam ezt a feladatot. Helyszínt és pozíciót is váltottak, beosztást is váltottak. Mekkora kihívás Keszthely után Zalaegerszeg, alezredes úr? Ugye Zalaegerszegi rendőrkapitányság, ugye megyeszékhelyi rendőrkapitányság, gyakorlatilag nagyobb illetékességi területtel, nagyobb állandó népességgel, és nagyon sok minden a megyeszékhelyből kifolyólag ott összpontosul, amiből kifolyólag vannak olyan külön feladataink, amelyek jóval nagyobb kihívást jelentenek nekem is, illetve a munkatársaimnak. Van egy focilabda csapatunk, van egy kosárlabda csapatunk, amelyek az év egészében adnak olyan biztosítási feladatokat, amelyeket nyilván el kell végeznünk. Pont azt néztem az elmúlt egy hétben, hogy itt milyen kihívást jelentett Keszthelyen a turisztika, és mennyi kérdőjel volt bennem, amikor ide kerültem, hogy mi lesz, hogy lesz, és akkor most már úgy voltam vele, amikor megnéztem a különböző mérkőzéseknek a beosztását, hogy majd mivel nagyobb kihívás jelent ez az én életemben ott az Zalaegerszegi rendőrkapitányságon, hiszen ez nem csak 2-3 hónapig fog tartani, hanem gyakorlatilag van olyan időszak, amikor 9-10 hónapon keresztül különböző foci, illetve kosárlabda mérkőzéseket biztosítunk. Nagy az illetékességi terület, ahogy mondtam, 84 település, nagyon sok olyan központilag is prioritás jelentő ipari terület, gazdasági társaság, illetve egyéb más frekventált helyszín van, amelynek a biztonságát garantálnunk kell, de az eddigi tevékenységet látva én úgy gondolom, hogy ugyanolyan eredményekkel, pozitivitással és szorgalommal fogjuk tenni a dolgunkat, ahogy eddig is, és azt remélem, hogy azokat az eredményeket majd fogjuk hozni, amit a Keszthelyi rendőrkapitányság is hozott. Az asszony, a kérdés tulajdonképpen ugyanaz, mekkora kihívás Nagykanizsa után Keszthely, ahol ugye azért 49 település tartozik önhöz. Így van. A 49 települést nekem most egyenként meg kell ismernem. A települések vezetőit, a települések működését, és természetesen Keszthelyt, mint várost, Héviszt, mint várost, úgyhogy ezek nagy feladatok számomra, de én csak egy személy vagyok ezen a Keszthelyi rendőrkapitányságon, az itt dolgozók maradtak.
a feladatokat ismerték, ismerik is, és azt érzem, hogy ugyanolyan odaadással próbálnak majd engem is szolgálni, vagy velem együtt szolgálni, Keszthely, Hévíz és a társ településekért, mint ahogy az alezredes úrnál is tették. A kihívás most is nagy. Én úgy gondolom, hogy egy vezetőnek ahhoz, hogy eredményesen tudjon vezetni, nem csak szakmai megfelelést kell bizonyítania, hanem bizony emberit is, tehát borzasztó fontos az, hogy milyen kapcsolatban van a beosztottakkal, az alárendeltekkel. Két hét telt el a váltás óta. Alezredes úr, mit tapasztalt Egerszegen, mi a jövőkép? Azt azért hozzá kell tennem, hogy én hazakerültem. Tehát én azon a rendőrkapitányságon nőttem fel, az én rendőri pályám az ott indult el. Én az első munkanapomon minden osztályhoz, szerzeti egységhez elmentem. Nem kellett mindenkinek bemutatkoznom, hiszen ahogy néztem a neveket, a kollégákat, akkor gyakorlatilag a 86-88%-ával dolgoztam együtt. És ugyanúgy, ahogy alezeres asszony egy kicsit beszámolt, tehát én a bűnügyi területen végigjártam ott a ranglétrát, voltam bűnügyi vezető, kapitányság vezető helyettes, azon a kapitányságon sokan ismernek. A feltöltöttség úgy gondolom, hogy rendben van, és nyilván a munkatársaim zöme is ismer engem. Tudják azt, hogy mi a fontos számomra. Az egyik legfontosabb az az együttműködés, együtt gondolkodás. Én ezt kértem tőlük. Egymás segítése, támogatása, ha van baj, szólni. Elmondtam nekik, de tudják rólam, hogy ha baj van, az irodám ajtaja mindig nyitva van, mindig elérhető vagyok, én azért vagyok, hogy segítsek. Illetve ezt mondtam, ezt kértem a többi vezető társaimtól is, hogy csapatba együttműködve kell dolgozni. Ez itt nagyon jó megvalósult Keszthelyen, a lezeres asszony is már érezheti, látta is, meg látni is fogja, ez az egy titka van az egésznek. Ha van egy nagyfokú belső együttműködés, együttgondolkodás, én akkor vallom azt, hogy minden probléma megoldható, minden nehézség leküzdhető. És én ezt kértem az ottani csapattól is. Minimális az a kolléga, az a munkatárs, akivel meg kell ismerkednem. Inkább a járőrszolgálati állomány cserélődött az elmúlt 3 évben. Őket kevésbé ismerem, de az elmúlt 1 hétben megkezdtem velük is azt a fajta megismerkedési folyamatot, hogy én őket, ők pedig engem. Nyilván nekem is feladat, hogy a települések településvezetőit lejárjam, bár többükkel már találkoztam korábbi életutam során, korábbi szolgálati időmben, de azért nyilván nekem is fontos, hogy minden önkormányzathoz, minden intézményhez, szervhez eljussak, és a kölcsönös együttműködést biztosítsam, fölajánljam. Alezredes az, hogy nincs olyan könnyű helyzetben, mint alezredes úr, hiszen nem hazajött Keszthelyre, hanem gyakorlatilag egy új állományt ismer meg. Két hét alatt ez hogy sikerült? Tulajdonképpen nagyon kicsi része volt az állománynak, akivel én eddig találkoztam, az is a bűnügyi szakterülethez kapcsolódott, úgyhogy valóban nekem egy kicsit nehezebb ilyen szempontból a helyzetem, de volt 2 együtt töltött hetünk a lezredes úrral, amikor nagy segítséget nyújtott. Bemutatott mindenkinek, mindenkivel találkozhattam. Majd amikor letelt ez a 2 hét, akkor pedig egyenként én is úgy döntöttem, hogy minden szervezeti egységet meglátogatok, egy kicsit kötetlenebbül, egy kicsit ismerkedés szempontjából, és természetesen a háttér oldalon pedig megpróbáltam a munkájukat is felmérni, de egy nagyon jó közösségbe kerültem, el kell mondanom. Az egyik állomány értekezleten azt mondtam, hogy ez egy ékszerdoboz, és valóban így van, és benne a kapitányság is. Nagyon jók a kollégák, nagyon jó az együttműködés köztük, egymást segítik, egymást támogatják, és ha ez így lesz a jövőben is, mert pedig én szeretném, ha így lenne, akkor itt nem lesznek problémák. Lehet, hogy nagyon nagy butaságot mondok, de én úgy gondolom, hogy a rendőrség bűnmegelőzési, biztonság, technikai, biztonságpolitikai működése akkor eredményes, ha a lakosság ebből valami keveset vesz észre. Nem kell, hogy előtérben legyen a rendőr, az kell, hogy mi lakosok biztonságban érezhessük magunkat. Tervez-e valamilyen változást? Most kifejezetten Hévízre gondolok, számíthat-e a lakosság, a hévízi lakosság arra, hogy észreveszi a váltást, vagy nem, és akkor gondolom az a jó.
Én bízom benne, hogy nem veszik észre a változást, tekintettel arra, hogy nagyon jók voltak az elmúlt évben az eredmények, ahogy alezredes úr elmondta, gyakorlatilag évről évre csökkent a bűncselekményeknek a száma, főleg az olyan jellegű bűncselekmények, amit az emberek szubjektív érzetét mindenképpen hátrányosan befolyásolja. Nem történtek erőszakos bűncselekmények, nem történtek kirívó bűncselekmények. Innentől kezdve ezt szeretném, ha így is maradna. Az őrs összetételében szintén nem kívánok változtatást létrehozni. Ez az őrs működik így, ahogy van. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak, és a beszélgetés elején elmulasztottam egy nagyon fontos dolgot, hatpótolja most. Gratulálok mindkettőjüknek az előléptetéshez, és további nagyon-nagyon jó munkát kívánok önöknek a helyükön. Köszönjük szépen!